A pénteki szoros mérkőzés után a Sportklub Csíkszereda a vasárnap már simábban nyert a Ferencváros ellen. A házigazdák Szőcs góljával már a 4. percben megszerezték a vezetést, majd fél perccel később Moldován 2-re növelte a szeredai előnyt. A vendéglátók villámrajtja a 10. percben tovább tartott. Ekkor Molnár volt eredményes, vagyis már 3-0-ra vezetett a Sportklub. A fehérmezes vendégek a 18. percben ébredtek. Jánosi 3-1-re alakította az állást. A második játékrészt a zöld-fehérek kezdték jobban. Gergely Zsombor 3-2-re hozta fel a Fradit, és ekkor úgy tűnt, hogy szoros meccset játszott a két csapat. 3 perccel később azonban jött Zsók Levente válasza, és a Sportklub ismét 2-vel vezetett. Zsók emberelőnyös gólja után Bíró is forban talált be. 5-2. A zárójátékrész 5. percében Blux alakította ki a végeredményt. A lett játékos 2-es emberelőnyben 6-2-re módosított, vagyis a Sportklub 13 ponttal már a 2. a tabellán, a Fradi viszont visszacsúszott az 5. helyre.